A Kapos Árt Képző és Iparművészeti Egyesület kiállítása november 30-án pénteken nyílt meg az Érdi Városi Galériában. A tárlat január 15-éig még megtekinthető. A Kapos Árt Képző és Iparművészeti Egyesület a rendszerváltás környékén alakult művészeti társaság, aminek a nevével ellentétben az ország minden szegletéből vannak tagjai. Ahogy Vörös András, az egyesület elnöke fogalmazott, noha ez a most megnyílt kiállítás csupán egy szűk keresztmetszete az alkotóműhely tevékenységének, ennek ellenére jól kifejezi azt az expresszivitást, amire törekszenek. A rendszerváltás után gomba módra alakultak és szaporodtak a képző és iparművészeket rendszerint ideológiai, szellemi, szakmai, műfaji, területi, topográfiai vagy hagyományőrző követő alapon összefogó egyesületek, szimpóziumok és társaságok. A Kapos Árt tagjai között ugyan megtaláljuk a legújabb kori művészeti ágak képviselőit is, azonban a Városi Galériában látható tárlaton elsősorban a klasszikusnak nevezhető kifejezési formákkal, festményekkel, grafikákkal, szobrokkal találkozhat a látogató. Ami ezeket a különféle módon megfogalmazott műveket mégis összeköti, az az újító szándék. 54 művész a tagja, nem mindenkinek láthatjuk itt a képeit, nyilván ez egy válogatott és inkább úgy jellemezném, hogy kamara kiállítás. Az egyesületen belül nem csak képző, iparművészek, fotoművészek vagy szobrászok vannak, hanem építészek, dizájnerek, film és sajtó, vagy éppen tolmás. Jellemezhetném inkább az egyesület felállását úgy, hogy egy keményen a kultúra iránt érdeklődés baráti közösség, aki mindig fogékony arra, hogy egy-egy alkalommal új műalkotásokkal szerepeljen egy aktuális kiállítás keretén belül. Tulajdonképpen az indulás az úgy kezdődött, hogy szerettük volna azt elérni, hogy függetlenül tudjunk dolgozni mindenféle politikai és mindenféle befolyás nélkül a saját esztétikai és művészeti programunknak a megvalósításával. Ez az évek folyamán több nagy kiállítást is eredményezett. Vörös András szerint a Kapos Árt Egyesület tagjainak munkáiban az elmúlt két évtized során megfigyelhető egy letisztulási folyamat, ami persze tette hozzá nem azt jelenti, hogy megszűnt volna a lázadó, expresszív attitűd, csupán eklektikusabbá vált a csoport által létrehozott művészi teljesítmény. Úgy gondoljuk, hogy egyre inkább nem az elég elidegenedett társadalmi érzésre van szüksége a jelen pillanatban a Magyarországon az embereknek, hanem a finomságra, a szépségre, a boldogságra, és szerintem itt ez ebben a pillanatban mindkettő megtalálható. Megtalálható a lázadás, megtalálhatók azok a szép és finom és isteni formák is, amit a létezésünkhöz kötődnek. A Kapos Árt Képző és Iparművészeti Egyesület kiállítását 2013. január 15-éig tekinthetik meg a Városi Galériában.